akik a város vezetés számára a jövőkívül és a perspektívát is elvették tőlük. Ezekkel mégis mit lehet csinálni ebben a városban? Az első kérdés és az erre adandó válaszok az a legfontosabb, hogy mit szeretnénk a városban. A városban ugye szeretnénk, hogyha Budapest a nemzet fővárosa lenne. Hoztam magammal Tarlós István úr programjából néhányat, amelyet az aktivitásnál elvéreztem, ki fogom tenni az asztalra, kérem, hogy tanulmányozzák. Ez foglalja össze azokat a célokat, eszközöket és a hozzávezető utat, amivel el tudjuk érni azt, hogy tényleg Budapest a nemzet fővárosa legyen. De Budapestnek nem csak a nemzet fővárosának kell lenni. Mert a nemzet fővárosa, mint szlogen, még nincs teljes egészében kibontva, és önmagában talán kevés is. Ehhez még egy nagyon fontos dologra van szükség. Budapestnek Kárpát-medencei gazdasági térség legerősebb központjává kell válnia. Hihetetlen versenytársakkal kell felvennünk a küzdelmet. Bécs és Pozsony ugyanerre a szerepre vágyik, erre a szerepre törekszik, közösen lépnek fel, miközben Budapest a gazdasági térben elhelyezkedve sokkal jobb pozíciókra rendelkezik, mint Bécs és Pozsony, ennek ellenére Budapest jelenleg le van maradva. Nagyon sok olyan program létezik a városban, amit meg kell próbálnunk megcsinálni, mert ha ezt nem fogjuk tudni sikerre vinni, akkor Budapest nem lesz a nemzet fővárosa. A gazdasági értelemben nem lesz a térség középpontja, ha nem lesz megkerülhetetlen, és nem lesz ez a medencei térség origója. A kérdés merülhet fel 8-10 év múlva arról, hogy egy Közép-Európában magát megvetni kívánó európai cég, vagy világcég, hova helyezi a központját? Pozsonyban, Belgrádban, vagy Nagyváradra, és nem lesz teljesen evidens, hogy ez Budapest, ez Budapestnek kell tenni, akkor elveszett Budapest. Ez, azt hiszem, előttünk álló legnagyobb feladat az elkövetkezendő egy-másfél évtizedben, és ez nem könnyű feladat. Több szempontból sem könnyű feladat. Egy nagyon lepusztult, nagyon szintesett intézményhálózat, egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben lévő közigazgatás, nem világos hatáskörök a kerület és a főváros között, és egy abszolút nem befektető barát bürokratikus rendszer áll ennek a hátterében. Ezeket a dolgokat nem lehet egyik napról a másikra megoldani. Amit 20 év alatt eltúrtak, ugye húsvét előtt vagyunk, ha ne használják ennél erősebb szavakat. Szóval, amit 20 év alatt eltúrtak, azt nem lehet egyik napról a másikra rendbe hozni. Ebben a városban hosszú, szisztematikus, tégláról téglára való építkezésre van szükség. Nem egy, nem kettő, nem három év alatt, hanem azt kell mondjam, hogy bizony, legalább egy fél évtizednek el kell tennie ahhoz, hogy a kibontakozásnak a pontos körvonalai megmutatkozzanak. Ebben a programban, programfüzetben megvannak a fejezetek szerint kibontások, a közigazgatásra, amit gondolunk, a közbiztonságról, a városüzemeltetésről és az egyéb közszolgáltatásokról, a városrendezés, városfejlesztés, építészet, turizmus, kellene ki magas háza, mit gondolunk a jelépületekről ebben a városban, az egészségügy, az oktatás, a sport, a kultúra, a környezetvédelem, a szociális és kisebbségpolitika, ez mind-mind külön fejezet. Bátran ajánlom önöknek a figyelmére, nézzék meg, írjanak hozzá, megtalálhatók azok a Istvánnak, Tarlós István frakcióvezető úrnak azok az elérhetési e-mail-címei, ahol várjuk a hozzászólásokat. Érdemben ezt nem úgy gondoljuk, hogy ez egy kész, végleges program, hanem azt gondoljuk, hogy ez az alapvetés, aminek a mentőre el kell indulni, de önöknek ez nem fog sikerülni. Önöknek segíteni kell bennünket abban, hogy ezeket a terveinket meg tudjuk valósítani. De ahhoz, hogy ezeket a terveket megvalósítjuk, három fontos lépés áll előttünk. Az első lépés április 11. Április 11-ért Budapesten is meg kell mutatni egyértelműen, hogy ennek a szocialista, a liberális ügyvédcsapnak vége van. Ha pikarcnyi reményük is van arra, a választási eredmény első fordulójának elemzése után, hogy nekik még van esélyük,
akkor higgyék el nekem, ebben a városban nem fog történni semmi. Bocsánat, tényleg nem fog történni semmi. A második lépés április 25, április 25-e után látni fogjuk azt, hogy ez a város véglegesen hogyan döntött, milyen irányba fog elindulni, és ez adhat nekünk erőt arra, hogy az őszi önkormányzati választásokon próbáljuk megszerezni azokat az eredményt, próbáljuk megszerezni azt az eredményt és azt a felhatalmazást, amivel lehet ezt az irányt, ezt a várost megváltoztatni, az irányvonalát megfordítani, és azt gondolom, hogy akkor biztosan elmondhatjuk a következő év húsvétján, hogy azt a református köszöntést, amit húsvétkor szoktunk mondani, ugye lelkész úr, püspök úr már nincs itt, püspök úrral, hogy feltámadott a Krisztus, igen, biztosan feltámadott Budapest, biztosan feltámadott. Bocsánat, tőle most fogja menni a hangom, úgyhogy be is fejezem. Remélem, hogy egy év múlva azt mondhatjuk, hogy et resurrexit tertia dei Budapest. Köszönöm.